sajnos nincs percet. Kis gyerekek koronával ez az iszoba. Ja. Nagyon jól működik. Szép jó estét kívánok, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Ez a 777 offline 2017 októberi kiadása, amely egy egészen különleges és egészen aktuális dátumra, illetve évfordulóra kíván reflektálni, így október 30-án. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és velünk vagytok ezen az estén. Természetesen köszöntöm azokat is, akik az élő internetes közvetítésen keresztül a Sunshine Jóvoltából követik a ma esti beszélgetésünket. Ahogy azt szoktuk, néhány gyors technikai információra hívnám fel a figyelmeteket. A ma esténk is, aki rutinos offline látogató, azt tudhatja, két részből fog állni. Az elején egy kicsit kötöttebb beszélgetést folytatunk majd vendégeinkkel. Ezt követően egy körülbelül 10 perces szünetet tartunk, és a második blokkban nektek is lehetőségetek lesz feltenni a kérdéseiteket, akár egy egyszerű kézmozdulattal jelezve, hogy megfogalmazódott bennetek egy kérdőjel, akár most rendhagyó módon lehetőség van arra is, hogy előre írásban feltegyétek, és itt az oldalt elhelyezett dobozokba betegyétek a kérdéseteket, akkor már egy kicsit előre fel tudunk készülni a vendégekkel, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, és természetesen azoknak, akik az interneten követik a ma estét, szintén lehetőségük lesz kérdezni a már jól ismert formákban, a közvetítés alatt kommentként feltéve a kérdést. Amire lesz időnk, azt természetesen igyekszünk majd közvetíteni a vendégeinknek, és igyekeznek majd megválaszolni ezeket a kérdéseket. Nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket, nem csak a jelenlétetekkel, nem csak azzal, hogy olvassátok a 777 cikkeit, hanem esetleg egy kis anyagi áldozatvállalással is segítitek a mi missziós munkánkat. Tudjátok, ezt gyakran elmondjuk, hogy a 777 önkéntes alapon szerveződik, pénzt nem kapunk a szolgálatunkért, viszont támogatóink sincsenek. Abból élünk, abból tartjuk el az oldalt, és finanszírozunk a technikai kiadásokat, amit tőletek kapunk. És ezért nagyon hálásak is vagyunk, nagyon szépen köszönöm az egész csapat nevében a támogatásotokat. Azt kérem, hogy akinek lehetősége van, és úgy érző, szívesen segít egy önszerveződő és misszióval foglalkozó keresztény oldalt a 21. században, azt tegye meg a szünetben, illetve hogy elmentek, akkor is lesz lehetősége az adománydobozokba elhelyezni az adományotokat. Előre is nagyon szépen köszönjük. És akkor kezdjünk el most már valóban ráhangolódni a mai estére. A mai esténknek a reformáció lesz a témája, az apropót pedig a holnapi évforduló adja. 500 évvel ezelőtt egy olyan dolog történt, ami merőben megváltoztatta aztán a kereszténység életét. Hogy ez most pozitív vagy negatív irányban történt, hogy pontosan mi is volt ott Németországban, no, többek között ezt fogjuk fejtegetni majd a ma esti vendégeinkkel, és bízok benne, hogy a második szekcióban a ti segítségetekkel is. Kérlek, hogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel a ma esti vendégeinket, Béri Renátó atyát, Kármelita szerzetest. Boros Dávid, baptista lelkipásztort. Márkus Tamás, református lelkipásztort. És Péter Zoltán, evangélikus lelkipásztort. Most, hogy ilyen megelőlegezett bizalommal voltak a fiatalok felétek, én el is indítanám a beszélgetés folyamát. Az első körben arra kérnélek benneteket, hogy legyetek szívesek azt felvázolni néhány mondatban, hogy személyesen nektek mit jelent az, hogy reformáció? Szép estét mindenkinek! Köszönöm a meghívást! Hát evangélikusként, hogy én ebbe a felekezetbe nőttem bele, evangélikus kereszténynek kereszteltek, bár kereszténynek kereszteltek, de az evangélikus tradíció hagyomány szerinti kereszténységbe nőttem bele. És amikor megtudtam, hogy honnan is ered ez a tradíció, tehát hogy Luther Mártonnak a munkássága, tehát tulajdonképpen az ő hitújító mozgalma és az ő ténykedése nyomán, és hogy ez milyen bátor
tett volt akkoriban, 500 évvel ezelőtt, akkor ugye egy büszkeséggel tekintettem akkor erre vissza, és azt gondolom, hogy a hitnek az a bátorsága testesült meg, vagy jött át az ő életén keresztül, amit keresztényként mindig is fel kell vállalni, én ezt gondolom. Úgyhogy most egy ilyen évforduló kapcsán pedig ezt ünnepelhetjük, hogy a hitben tudunk bátrak lenni hitáltal, és tudunk hagyatkozni a Szentlélekre, és akkor az ő munkája révén szerintem jó dolgok jönnek létre. Tehát itt egy megújulás, egy megtisztulást ünnepelünk, és azóta hiszem, hogy egymáshoz is egyre közelebb kerültünk ezáltal, a megújulás, megtisztulás által. Ennyit most egyelőre szerintem. Köszönöm. Én azon a vonalon haladnék, amelyet a kolléga mondott, de nem annyira a megújulásra helyezném a hangsúlyt, hanem a megtisztulásra. Hát ha azt kérdezik tőlem, hogy mi nekem a reformáció, akkor én azt az alapigét venném elő, ami alapján Luther hát nagy felismerésekre jutott. Semmiképp nem mondanám, hogy kitalálta, mert előtte volt mindig is, csak elkezdett rajta elmélkedni, és megvilágosította a Szentlélek számára az igét, és ez egy olyan tapasztalat volt, amely valóban megtisztította az egyházat. Ez egyházat sok mindentől, ami évszázadok óta rárakódott. Ugye ez a római levélből van, az igaz ember hitből él, Isten igazsága tulajdonítaték neki. Én azt mondanám, hogy ez az alapgondolat a reformáció forrása, és ilyen értelemben az apostoli tanítás, a tiszta apostoli tanítás, és ilyen értelemben a reformáció nem innováció, nem egy fejlődés, nem az emberek új igényeinek a idézőjelben kielégítése, hanem mindig visszatérés a tiszta apostoli tanításhoz. És ilyen értelemben, ez nem csak egy teológiai felismerés, hogy az igaz ember hitből él, hanem az egész keresztény kegyesség tengelye, alfája vagy omegája, én ezt így fogalmaznám meg. Tehát mindig visszatérés. Az ilyen bemelegítő kérdés volt, hogy én négy idősíkon könnyed módon szeretném megközelíteni. Az egyik az evangéliumi időkből merítve talán, aki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Azt hiszem, ez az isteni teremtő, újjáteremtő erő az, amiből ez a szó igazából elindult meg, ami miatt ez működik, és ami a megtérésben ott van Krisztustól. Kezdve a másik része, másik síkja az időnek az, amikor 500 évvel ezelőtt bizonyos evangéliumi üzenetek újra felszabadultak a világ történelemben és az egyház történelemben. A harmadik időség az, amikor az én életemben 21 néhány évvel ezelőtt ez az alapvető újraformálódás, újra rendeződése az életemnek, a meggyőződésemnek, a hitre jutásomnak történt. És a negyedik, és ez a legnyugtalanítóbb, hiszen ez a legközelebb hozzánk, az a mindennapi feladata, hogy életmódomat, és azon belül hitéletemet, gondolkodásmódomat egyfajta megújulás és megújítás munkája övezi, amelyet nem én és a környezetem irányítunk, hanem a hitbeli részét alapvetően Istennek a lelke. Ez számomra a legizgalmasabb vonatkozása a reformációnak. Hát nekem a reformáció így személyes szinten mindenképpen az elgondolkodásnak a lehetőségét jelenti. És itt megy a kommentháború ugye sokszor az interneten, hogy mi katolikusok most mi ünneplünk holnap, vagy nem ünneplünk. Ugye ez a nagy kérdés. És azt hiszem, hogy itt ez egy kettős választ igényel, mert természetesen nem ünnepelhetjük azt, hogy Krisztus teste szétszakadt. Nem ünnepelhetjük meg azt a tragédiát, hogy mai napig meg vagyunk oszolva, hogy ez az evangelizációnkat mennyire nem segíti elő, hogy ennyi felekezet van. Tehát természetesen ez nekünk katolikusoknak semmiképpen sem egy ünneplés, viszont az ünneplésnek lehet mégis ebben az egészben egy lehetősége, méghozzá az, amire egyébként a
a reformációnak a ténye, és a megtörténte bennünket, katolikusokat késztethet egyfajta elgondolkodásra, hogy nézzük meg, hogy mi is történt ott 500 évvel ezelőtt, olyan szempontból, hogy mi az, amit mi katolikusok nem tudtunk helyesen tenni, tehát ebből mi jön egy óriási lelkiismeretvizsgálat, egy óriási önvizsgálat, és jön egy óriási lehetőség a tanulásra. Tehát nekünk, nem akarok itt elmúlt 500 évezni, de meg kell tanulnunk ennyi idő elteltével is, akár, sőt, most talán leginkább, meghallani azt, ami ott történt. És megtanulni ebből a 500 évvel ezelőtt történt esemény sorozatból, amit most mi megtanulhatunk, katolikusok, és mindnyájan nyilván, de nekünk, katolikusoknak ez szerintem egy különleges lelkiismeretvizsgálat, különleges önvizsgálat, és lehetőség a fejlődésre, lehetőség a tanulásra. Amikor végre túlnézünk kicsit ezen a ki téved és kinek van igaza típusú vitán, és az egészen kicsit felülemelkedünk, és mi magunk, mint katolikus egyház például megnézzük azt, hogy miért nem tudtuk egybe tartani ezt. Igen, most jó. Olyat mondtam, hogy ki is akadta. De azért megismétlem, hát ha nem akadt ki még egyszer. Tehát miért nem tudtuk ezt az egyházat mi összetartani? És hogyha elgondolkozunk azon, hogy ez nekünk egy kudarc volt, mert az, kimerjük mondani, hogy ez az volt, akkor, ha ebből mi katolikusok valamit tanulunk, akkor ünnepelhetünk egy kicsit. Hogyha megtanuljuk az 500 évvel ezelőtti leckéből azt, amit ma föl tudunk használni. És akkor így talán ezt kicsit át tudjuk fordítani, hogy nem kudarcként éljük meg azt, ami akkor történt, hanem egy tanulási lehetőségként. Hogy halljuk meg, hogy akkor ott a reformátoroknak mi volt az igényük, miket tanítottak, mit mondtak, miért mondták, és ezt halljuk meg. És így lehet nekünk ez egy gyönyörű öröm és egy tanulási lehetőség, ahogy kiváló úszónőnk Hosszú Katinka megfogalmazta, hogy vagy győzök, vagy tanulok, ezt mondta. És azt hiszem, hogy nekünk is így van, hogy a nem kudarcnak hívjuk ezt akkor így elsősorban, hanem tanulási lehetőségnek. Ha mi ezt meghalljuk és tanulunk belőle, akkor valamilyen szinten ünnepelhetünk, igen. Azért is szerettem volna, hogy a személyes gondolatokkal kezdjünk, mert talán, hogyha valóban ezt a saját benyomás, saját attitűdöt vizsgáljuk először, akkor feloldódik valamiféle feszültség, valamiféle gátlás mindannyiunkban, és talán megértőbbek is vagyunk egymással. Viszont már igazából mindegyik válaszban ott volt a következő kérdés lényege, hogy akkor tegyük szépen rendbe, mi is történt 500 évvel ezelőtt? Mi az, amire azt mondjuk, hogy a reformáció évfordulóját pont most ünnepeljük? Nyilván nem csak annak a napnak a lényege, ennek a kérdésnek a célja, hogy ezt felfejtsük, hanem mindaz, ami a mögöttes tartalom szerintünk most 500 év elteltével. Én azt gondolom, hogy mindig váltogassuk a sorrendet, hogy ezáltal izgalmasabb legyen, és nem mindig ugyanazt hozzam nehéz helyzetbe, úgyhogy akkor most Renátó atyát hozom nehéz helyzetbe. Lehet, hogy történetileg nem nekem kéne először erre válaszolni. Szerintem... Akik ezt tényleg tudják, hogy mi történt. Lehet, hogy? Én is ezt gondolom. Mondtam, hogy nehéz helyzetbe hozlak, Renátó atya. De segítsetek, ha nem jól mondom. Tehát... Tehát 1517, ugye, október 30-en. Eddig jó. De ekkor történt meg, hogy ugye Luther Márton kifüggesztette a híres 95 tételét, köszönöm. És ezáltal elindult ez a bizonyos reformációnak nevezett nagyon-nagyon hosszú folyamat. És hogy most akkor erre ránézve, hogy a mi oldalunkról, az én oldalamról, hogy itt a katolikus egyházban mi történhetett. Ugye talán itt volt az egyháznak egy olyan fajta hatalmi pozíciója, túl intézményesített mi volt mondjuk így az egyszerű személyeknek, az életszentségtől, a misztikától valami fajta elzárása, mert én ezt így értelmezem mindenek előtt. Tehát, hogy én Luther munkáját, vagy a reformátorok munkáját mindenek előtt így értelmezem, hogy számukra is az Istennel való kapcsolatba való behozás volt mindenek előtt a valamilyen fajta cél. Tehát az ott volt.
És azt hiszem, hogy mi, mint katolikus egyház, talán erre nem tudtunk annak idején megfelelő módon válaszolni, és akkor az ő tevékenységük azt hiszem, hogy mindenek előtt ezt célozta. Ez a mi részünkről. Akkor nézzük meg a baptisták részéről. Gondoltam, hogy esetleg olyan logikai sorrendben, hogy a reformáció ágai nagyjából mi itt ülünk egymás mellett, de így is megfelelő. Az én szempontomban, a mi közösségünk baptista közösség szempontjából, én azt gondolom, hogy elsősorban a Szentírásnak az újra, az nem szép kifejezés, hogy elszabadítása, de hogyha egy erőre gondolok, és egy hatékony élet és történelem átformáló erőre, akkor ezt kell mondom, lehet, hogy szebb azért, ha újra felszabadítást mondok, úgy gondolom, hogy ez történt. Nyilván a Biblia fordítások és a könyvnyomtatás által nagyon kézzelfogható materiális módon is, de egyáltalán az emberek szívébe, a gondolkodás módjába, azt gondolom, hogy Isten igéje közel jött. Az alapvető bibliai és azon belül evangélium üzenetek, amire már az előbb is utaltam, úgy gondolom, hogy ezek a leglényegesebbek természetesen. Aztán mindegyik reformációs vezető, gondolkodó, hittudós, vagy éppen jogász, vagy bármi egyéb foglalkozás ember a saját története, a saját személyisége, a saját társadalmi helyzete szerint nyúlt ehhez az igéhez, ahogy ezt tesszük ma is, és talán ezért is alakultak különbségek, de az egy nagyon fontos fordulópont volt, úgy gondolom, hogy az ige, és azon kezdve az evangélium közel jött az egyes akkori emberhez. Nagyon érdekes, hogy azok a társadalmi helyzetek, amik ott nagyon is meghatározták az egyes ágaknak a kibontakozását, tovább lételét, azok már a teljesen jelentéktelennek tűnhetnek, maradtak az egyes letisztult hangsúlyok, üzenetek, azokra épülő felekezetek, és azt gondolom, hogy mindegyik felekezetre bizatott egy-egy olyan nagy érték, amire szükség van, és aminek talán az újra felfedezésére szükség volt, és ehhez kellett Biblia kézbe, kellett független gondolat, annak minden veszélyével és minden kockázatával együtt. Hogy hangzott pontosan a kérdés? Csak fejtsük fel, hogy gyakorlatilag mi is történt 500 évvel ezelőtt. Szerintem, ami akkor történt, annak voltak már előzményei, tehát nem egy előzmény nélküli valamiféle egyszeri történés volt, ott voltak az előreformátori mozgalmak, huszitizmus, valdensek, Wycliffe, lehetne sorolni. És én úgy érzem, hogy tehát meg volt ágyazva annak, ami akkor pattanásig feszült, és ugye az egész ott robbant ki, vagy legalábbis az volt az egyik fő indok, hogy búcsúcédulákat árusítottak, és Luther többek között ehhez kapcsolódóan kifüggesztette egyfajta ilyen teológiai disputa céljából, tehát ott nem akart ő szétrobbantani az egyházat, hanem egy teológiai disputát akart kezdeményezni, és ezért, mint a teológia doktora, tehát hogy mondjam, a klerikusok között ezt meg akarta beszélni, ami benne visszatetszést kelt. Azért mondom, hogy nem volt előzmény nélküli, mert Luther nem valami idegen kijelentéshez nyúlt, amikor elkezdte ezt az igét, amit ugye mondtam a római levélben, ami a reformáció alapigéje, elkezdte értelmezni, hanem végig ő is Ágostonhoz nyúlt vissza, tehát Szent Ágoston volt az egyik alapvető irodalmi bázisa, most, hogy így mondjam, vagy kegyességi bázisa, tehát az egyházból merítkezett ő is, amikor elkezdte értelmezni az igét. Tehát én azt mondanám, hogy egy olyan kegyességi elfajzás, most tudom, hogy ez erősen hangzik, de egy olyan kegyességi elfajzás, vagy a hittel való kufárkodás volt az előzménye annak, amit erre sarkalta őt, amit már nem lehetett tűrni. És nyilván ennek különböző szociológiai, meg társadalompolitikai okai is voltak, könyvnyomtatás, egyebek, tehát ez biztos, hogy így volt, de alapvetően egy kegyességi kérdésről van szó. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a megtisztítása a hitnek, az apostoli tanításnak.
Ott a reformátorok nem külső kijelentésekre hivatkoznak, hanem egyértelműen csak a Szentírásra alapozva, és csak is így akartak előre menni, és a szentírási igéket és a szentírásból levezetett következtetéseket ütköztették mindig, ugye egyéb hittételekkel vagy tanokkal. Tehát én azt mondanám, hogy ez a közvetlen kiindulási pont. Abba a szerencsés, vagy hát abba a jó helyzetben vagyok, hogy evangélikus a nevünk, tehát, és akkor ezzel tulajdonképpen azt gondolom, hogy a reformáció nagy vívmánya, vagy újra felfedezése, tehát maga az örömhír, hogy Krisztus az ír, a Szentírás középpontja, és Luther tulajdonképpen felfedezte Krisztust és az evangéliumot, az örömhírt, hogy egyedül hitáltal van üdvösségünk, és nem a külső cselekedetek, nem a szertartások által alapozzuk meg az üdvösségünket, mert ugye a középkorban mindenki az üdvösségért aggódott, és ő is, és ugye sanyargatta magát, mint szerzetes, és próbált eleget tenni, próbált jó gyerek lenni, jó fiú lenni, de lelkismeretében ez hiányt szenvedett, és akkor felszabadult, amikor megtapasztalta, hogy élő Krisztusa van, akkor hihetetlen erők törtek föl belőle, és akkor rá tudott hagyatkozni erre a Jézusra, és tulajdonképpen ő vette úgymond képletesen a szárnyára, és ő vele tudta meg harcolni, amit a lelkismerete azt mondta, hogy nekem ezt most már akkor végig kell vinnem. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyfajta ilyen törvény, tehát ott is inkább a külsőségek is és a lelkismereteknek a kicsit ilyen fogoly helyzetben tartása, tehát hogy kiskorúságban tartása, mondhatnám így, tehát hogy nem érezhették át igazából, hogy mit jelent az, hogy a hitnek a szabadsága. Tehát, hogy és amire rá lehet állni, és akkor új emberé tud válni az ember. Szóval azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy aztán azt is mondta ugye a Wormsi Birodalmi Gyűlésen, hogy itt állok, másként nem tehetek, hogyha meg nem cáfolnak a Szentírásból vett igékkel, józan észérvekkel, akkor az én lelkismeretem Isten igéjének a fogja. Tehát, hogy mert mindennel szemben, ami az akkori egyháznak az intézményrendszer, amit mondtál, hogy egy hatalmas gépezet működésben, és tényleg hierarchia, és mindenkinek be kellett tagozódnia, és Luther is nem akart ő az egészet felrúgni, hanem valahogy rájött arra, hogy mégis a Krisztus a középpont. És amikor ez felszabadította őt, és erőt adott neki, akkor viszont azt mondta, hogy viszont ahhoz, hogyha ezt az igazságot képviselni akarjuk, akkor most itt cselekedni kell, és akkor bizony ki kell adni a 95 tételt, akkor írni kell a 10. Leó pápának is egy kicsit, tehát föl kell ébreszteni az emberek lelkismeretét, hogy a gyerekek, hát el vagyunk tévedve, így unblock egész, tehát mi mindannyian, tehát nem az, hogy ti, hanem hogy kicsit félre mentünk, hát menjünk már vissza hát a középponthoz, és akkor mivel ez akkor neki úgy nem sikerült, hogy szerencsétlen kiátkozták, ezért mégiscsak azt mondtam, még a kiátkozás ellenére is vállalnom kell ezt az utat tovább, és akkor megszervezték a maguk is egyházszervezetét, stb. Úgyhogy felvállalta, de egyébként mi, és merészebb evangélikusok azt mondják a mai napig is, hogy mi tulajdonképpen wittenbergi katolikusok vagyunk. Szóval csak, na, egyelőre ennyit. Csak még annyit, hogy én még onnan is számítanám az egészet, hogy, és azért mondtam, hogy kegyességi kérdés, itt nagyon sok más szempont megjelenik, mert talán onnan lehet az egészet eredeztetni, hogy mit élt át ő a hitében, tehát az egyéni kegyességében, és ez az úgynevezett Turmerlebnis, amit így emlegetnek, ez a toronyélmény, amikor ugye lelkileg viaskodott az ige fölött.
És nagyon érdekes, hogy itt egy akkori ember tapasztalatáról van szó, a mai embereknek általában nem ez a tapasztalata, egy ember, aki meg akar felelni Isten törvényének, Isten etikájának. Ki akarja érdemelni az üdvösséget? Ugye ma hányan vannak olyanok, akik hihetetlen energiákat mozgósítanak azért, hogy kiérdemeljék Isten üdvösségét és valahogy Isten haragját, valahogy magukról eltérítsék. Na, és Luthernek ez volt a tapasztalata, és az az érdekes, hogy amikor leírja, hogy megvilágosodott számára ez az ige, római levél első fejezet, akkor hirtelen, mintha felragyolt volna valami, azt írja, hogy újjászülettem, tehát ez a, gyakorlatilag a reformáció egy újjászületéssel kezdődik, egy valódi újjászületéssel, és úgy éreztem, mintha a paradicsomba mennék át. Tehát az ige tisztán, ahogy le van írva, és ott ugye megértette, hogy az az igazság, ami őt igazzá teszi, az nem a saját érdemeiből fakad, mert ő bármit tehet, és tett is ágostorrendi szerzetesként. Ő nagyon sokat tett. Tehát ő nem volt egy mai szemmel nézve egy léha figura. És tehát az az igazság, ami őt igazzá teszi, az egy külső idegen igazság, amivel Isten ajándékozza meg őt. És ez szabadította fel a lelkiismeretét, hogy már nem neki kell gyűrközni azért, hogy Isten haragjától megszabaduljon, hanem maga Isten tulajdonítja neki azt az igazságot, amivel megszabadulhat. Miközben időnként kifejezetten felemelő jelzők hangzanak el a fejtegetésekben, azért nagyon súlyos gondolatok is, vagy nagyon súlyos kifejezések is. Mindennek örökségével mit jelent most számunkra a 21. század elején, első évtizedeiben a reformáció? Akinél mikrofon van, az kezdje. Ez így járt. Mára nyilván nagyon beállt felekezetek vannak, amelyek akkor ugye robbanásszerűen indultak, vagy... Igen, lehet, hogy ez jobb. Vagy lehet, hogy nem is indultak egymás után, hanem egyszer csak emberek gondolkodtak, összejöttek, közösségben voltak, a meglátásaik szerint tagozódtak és rendeződtek. Így történt ugye a mi felekezetünkkel is, tulajdonképpen 1523 táján már Hubmaier Baltazár, ugye, aki nagyon közismert, gondolom, ő volt a harmadik ágnak, a felnőtt keresztelő ágnak a képviselője, hogy miért sem annyira ismerős, ő is egy polihisztor volt a többiekhez hasonlóan, de nagyon hamar mágiára került 1526-ban, és úgy gondolták, az akkori előjárói, hogy szellemes volt, hogy a feleségét pedig Bécs mellett a Dunában vízbe folytották, mint anabaptistát, újra keresztelőt. Tehát ezek voltak a kezdeti idők, konkrétan a baptizmus 100 év, anabaptizmust és baptizmus 100 év elnyomás követte, és azt gondolom, pont azért is hivatkozok most erre, mert ez nagyon messze van. Hol tartunk ma? Ma vannak beállt felekezetek, ma vannak jóvágású fiatal emberek, ugye itt körülte, akik beállnak egy-egy felekezetbe, és lelkipásztori munkát végeznek, és van egy bizonyos teológiai rendszere mindegyik közösségnek. Számomra a fő kérdés nem is a teológiai rendszerek csiszolása, és megmondom nyíltan, egy korábbi beszélgetésünkre utalok most, hogy én nem is azért vagyok baptista, mert a legalaposabban és a legcsiszoltabban minden ige és minden ideológiai szempont alapján én utána jártam, és én már biztosan tudom azt, amit ti még nem tudtok. Tehát nem ez az ok, hanem egy élhető kereszténység és Jézus Krisztus követés, amit én keresek, ezt egy felekezetben én itt találtam, meg más, lehet, hogy máshol. És azt gondolom, hogy ez viszont összeköt bennünket. És úgy gondolom, hogy már a reformáció igazából nem azt kell, hogy végezze közöttünk, hogy még keményebben csiszoljuk tisztára azokat az éleket és különbözőségeket, hanem talán különböző teológiai rendszerekkel és rendszerek közepette, hídgyakorlatok közepette, de egy élhető evangéliumi hitet, Jézus Krisztus követést munkáljunk, és azt hiszem, hogy ebben, mint pásztoroknak teljesen közös a hivatásunk. Mit jelent 21. században a reformáció? Ugyanazt ismételném meg, hogy ez bennünket alázatra tanít, hogy megálljunk Isten nagy misztériuma előtt egy alázattal, és nem a
nem az igazság vélt minden tudásával, hanem egy ilyen alázatos kereséssel megálljunk Isten előtt, és elgondolkodjunk azon, hogy ki is ő. Mert azt hiszem, hogy a reformáció mindenek előtt így gondolkodtat el bennünket, katolikusokat, hogy nézd már, vannak másképp gondolkodó keresztények, akik szintén az életszentség útján járnak. Nem mondhatjuk azt, hogy ők Istennel nem élnének kapcsolatba, és nem törekednének az Istennel és önmagukkal megfelelő szeretett kapcsolatot élni. És hogyha ők valamiben valamit másképp gondolnak, akkor túllépvén végre azon a nagyon régi narratíván, hogy nekünk van igazunk, ti tévedünk, de ez ugye mindegyik oldalról jelen lehetett, ez, hogy igazam van nekünk, nekem, te pedig tévedsz. Hogyha ezen túllépünk, akkor egyszerűen nekünk, katolikusoknak el kell gondolkodni, hogy akkor tényleg mi az igazság? Tényleg hogyan lehet ezeket a nagyon-nagyon fontos kérdéseket megközelíteni? És akkor ide hagy hozzam be azt is, hogy a maga a reformáció ténye és eseménye, és az, hogy több egyházból vagyunk itt jelen, akik másképp gondolkodunk, akkor ez talán arra is sarkalhat minket, hogy feltegyük a végső kérdést, hogy akkor Isten milyen? Hogy akkor ő kicsoda? Itt akkor oda jutunk az Isten képeknek a kérdéséhez, amely nekem egy nagyon kedves, szeretett témám, de akkor is végső soron ide jutunk, mert ő valamilyen. És ő valahogy ezekről a dolgokról gondolkodik, valószínűleg egy meghatározott módon. És hogyha mi azt csinálnánk, hogy ezzel az alázatos kereséssel, nem az igazságnak a vélt tudásával, hanem ez az alázatos kereséssel közelítjük meg őt, és azt, hogy ő hogyan gondolkodik rólunk, az életről, az erkölcsről, egyházról, stb., akkor szerintem így sokkal nagyobb esélyünk van megtalálni, vagy legalábbis megközelíteni a valóságot, mint hogyha elzárkoznánk egy olyan fajta gondolatvilágba, hogy mi tudjuk, és nekünk nem kell tanulni. De nagyon is tanulnunk kell. És a reformáció, hogyha bennünket tanulásra késztet, az igazság alázatosabb, mélyebb megismerésére, Isten arcának a valódi fölfedezésére, és annak a fölfedezésére, hogy ki az ember valójában, akkor a reformáció eseménye, jelenléte bennünket is rengeteg dologra meg tud tanítani, ha készek vagyunk tanulni. Itt némileg ezzel vitatkoznék, bár egy részével egyetértek, de hogy a vélt igazságon való túllépés, én ezt lehet rosszul is értelmezni, mert egy dolog az alázat, és én felteszem, hogy Luther Márton is a Szentírás és Isten igéje iránti alázatból kezdte meg ezt a küzdelmet, ami nem ennek indul, de aztán ugye ez lett belőle. Tehát az alázat az egyik oldalon, és vele szoros kapcsolatban lehet az, hogy éppen egy rajtunk kívüli igazságot védelmezzünk az utolsó erőnkig és körömszakadtáig. Mert hogy az apostol is erre hívott el minket, hogy amit ő úgy vett, azt adta át nekünk, és őrizzük meg az igaz hitet, és az igaz hitre neveljünk másokat. Tehát akinek a meggyőződése az, hogy ő Isten igazságát, Szentírás tanítását, igaz tanítását megtalálta, ott nem is lehet kérdés, hogy védelmezze azt. Én azért érzem ezt egy picit negatív tendenciának, mert ha abból indulunk ki, hogy a vélt igazságainkat adjuk fel, akkor egy idő után nem az igazságot találjuk meg, hanem pontosan megfogva egymás kezét, és hallelujázva és hihetetlen nagy örömben elfelejtjük az igazságot. Tehát én még mindig jobbnak érzem azt, hogy van egy gazdag diverzitás a kereszténységen belül, de akik különböznek egymással, azok meggyőződéssel vallják, hogy mi miért különbözünk, mert a mi lelkismeretünk szerint az Isten igéje, a Szentírás, az írott ige ezt és ezt tartalmazza, és mi így értelmezzük, és mi őszintén így gondoljuk. Tehát én ezt egy gazdagabb és helyesebb dolognak érzem, hogy megtartva ezt a különbséget, de tiszta lelkismerettel harcoljunk az igazságért, nem a mi igazságunkért, hanem a Szentírás és Isten igazságáért. Én úgy érzem, hogy ma, főleg az ökumenikus mozgalmakban, de ez így volt szerintem régebben is, tehát már a 60-as, 70-es, 80-as években is, sokszor éppen a kompromisszumok oltárán áldozták fel azt az igazságot, amire például mondjuk Luther Márton jött rá.
vagy egyéb igazságokat is. Ráadásul én úgy érzem, hogy a legnagyobb veszély már nem ezeket a dogmákat, vagy hogy mondjam, másodlagos dogmákat veszélyeztetik, vagy hitigazságokat, hanem ennél sokkal súlyosabb kérdések is vannak, például a teremtési állapotunk, vagy a teremtettségünkből fakadó, hogy is mondjam, tulajdonságaink, mondjuk, hogy a férfi és a nő szerepét hogyan hangsúlyozzuk, hogy a házasságot hogyan definiáljuk. Na most ilyen kérdésekben gondolom egyikünk se vallja azt, hogy lépjünk túl bizonyos, nem tudom, akadályokon, mert akkor hihetetlen nagy káosz lesz. Tehát én azt mondanám, hogy az egyes felekezetek, és akik azok képviselői, azok győződjenek meg arról, hogy a reformátorok, vagy éppen a katolikus atyák, akik szembe mentek a reformátorokkal, mit mondtak, miért mondtak, mi volt rá az okuk, ütköztessék a saját lelkismeretükkel, ha elfogadják, maradjanak meg benne, de akkor képviseljék azt, ha nem fogadják, akkor válasszanak. Ez mindenképp legyen alap, és ezen túl pedig fogjunk össze ebbe a gazdag diverzitásban, az egész kereszténységet veszélyeztető tendenciák ellen. Akár mondom itt a férfi és női szerepeket érintő tendenciákkal, romboló tendenciákkal szemben. Tehát lehet úgy összefogni, hogy közben a különbségeinket kihangsúlyozzuk, és tudatosan valljuk, de nem azért, mert mi különbözni akarunk a másiktól, hanem mert őszinte lelkismerettel ezt valljuk. Csatlakozom annyiban, hogy emlékeztettem a testvéreket arra, hogy ugye Efezusi levél 4. fejezetében jól emlékszem, hogy olvassuk, hogy egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, tehát hogy, és hát egy egyház van. Tehát én vallom, hogy egy egyház van, ami Krisztus teste, de lehet, hogy ez most még látszólag még ezek a tagok még nem nincsenek eléggé közel egymáshoz, vagy keresik egymás kezét, vagy a fül keresi a lábat, vagy a, ugye ismerjük jól a 1 Korintus 12-ből, hogy a derék keresi a vállat például, de tehát én hiszem, hogy mi azért mégiscsak, tehát aki hisz Krisztusban, Jézus Krisztusban, mint megváltóban, urában, az ehhez az egyházhoz tartozik. És akkor ez egy láthatatlan egyház. És ami ebből látható, azok vagyunk. Evangélikusok, reformátusok, katolikusok, baptisták. Luther azt mondta, hogy a lényeges kérdésekben kell megegyeznünk. Ő az igét és a szentségeket mondta ilyennek, és keresztséget, úrvacsorát és a, hát ugye a szentírást, tehát hogyha az igében és a szentségekben is, tehát az ige, tehát az evangéliumot jól helyesen hirdetik, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki, akkor ott van az egyház, ő ezt mondta, és a többi kérdésben pedig hát tulajdonképpen helyi különbségek, tradíciók, hagyományok, amire te is utaltatom, és hogy végülis ezekben lehetünk különbözőek, semmi gond ezzel nincs. A lényegben legyünk egyek, és akkor testvérek vagyunk. Ami a reformációt illeti, hogy mai értelemben reformáció, hát a 95 tétel úgy kezdődik, hogy minden napunk megtérés legyen. Tehát Krisztushoz térés, minden nap bűnbánatra térés legyen. Ezt vallom, hogy ez a mai reformáció, hogy nekünk minden nap tulajdonképpen meg kell vívnunk a saját magunk harcát is azzal, hogy reggel fölkelsz, akkor ki is vagyok, összeszeded magad gondolatba. Igen, Krisztusé vagyok, hozzá tartozom, és ez is, tehát, hogy minden nap meg kell térni Krisztushoz. Ez is egy reformáció. Tehát így egy nagy kihívás, egy komoly kihívás. Tényleg egy olyan világban, amelyben már mindenről van szó, és mindent nagyon komoly vetélytársként, az evangélium vetélytársaként említenek az értékskálán, és hát nekünk ez is egy komoly reformáció, hogy minden nap meg tudunk-e térni Krisztushoz. Tehát van feladatunk, én azt hiszem, hogy reformációnak mai aktualitás, szerintem az egyik ez. Szabad két rövid gondolatot. Az egyik az, hogy ugye amiről beszélünk 500 évvel ezelőtt, mondhatjuk egy keresztény közegben kerültek szembe egymással hitételek és emberek.
Ma a kereszténység egy messze menőkig kisebbségben van a gyakorló személyesítő kereszténység, és azt gondolom, hogy ez bennünket összehoz. És azt mondjuk, én azt mondom, hogy nekem nem az a kérdés, hogy ki lesz holnap reggelre baptistával, aki ma még nem volt az, hanem együtt összetesszük a vállunkat, meg a kezünket imádni, és azt mondjuk, hogy az Isten nélküli világból van-e valaki, aki Jézus Krisztushoz odatér? És ha igen, akkor együtt mondjuk rá azt, hogy halleluja. Ez egyik gondolatom. A másik az, hogy ugye beszélgetünk arról, amit a vonalon innen van, hogy a mi dolgunk az igazság védelme és pallírozása alázatban, és mind a két szemponttal egyetértek. Mi az önök dolga, ti dolgotok. Soha nem volt a kereszténység ennyire felhasználó barát. Mi itt megbékéltünk, jól érezzük magunkat, megegyeztünk. Mi az önök, a ti feladatotok? Az, hogy ebben választhatok, döntsetek, és azt gondolom, ez egy nagyon nagy lehetőség. Ez nem mindig volt így, ugye évszázadokon át, amiben megszületünk, abba illik meghalni is, de ez azt gondolom, még ha meg is maradva egy felekezetben, egy olyan diverzitás, egy olyan sokrétűség, hogy különböző hangsúlyok, üzenetek, a te személyiséged, a te élettörténeted, a te világlátásod, szóval nyilván ennek óriási veszélye is van persze, hogy akkor te választasz, de azt gondolom, hogy kapsz egy olyan lehetőséget a különböző felekezetek révén, amit mi lehet, hogy tragédiaként élünk néha meg, hogy melyik az az út, ahogy az egyetlen úthoz, Jézus Krisztushoz tudsz közelebb lépni, és azt gondolom, hogyha ez az út megvan, és ott egy növekvő hitéletet élsz, akkor mi nem leszünk idegesek. Én biztos, hogy nem. Egyetlen gondolat még, nyilván természetesen nem az igazságon való túllépést értettem, hanem inkább azt, hogy a minnyájan az igazságot együtt keressük alázatban. Tehát, hogy ebben rendkívüli módon kiegészítjük egymást, amikor egyik felekezet sem mondja, hogy én birtoklom az igazságot, hanem ezt együtt alázatosan keressük, ezt a kimeríthetetlen dolgot, amit igazságnak hívunk, és amit ugye bizonyos szinteken meg is ragadhatunk, de bizonyos szinteken mindig kiszalad az ujjaink közül. És amit úgy értettem, hogy túllépni azon, hogy kinek van igaza és kitéved, itt inkább arra gondolok, hogy ezt az egész diskurzust egy magasabb szintre emeljük, és ez pedig a misztikának a szintje. Én egy olyan szeretes közösséghez tartozom, amelyben a misztika megélése és tanítása rendkívül fontos. És itt ugye a misztikában az van, hogy mindnyájan ugyanazt az Isten tapasztaljuk meg. Közvetlen kapcsolatunk lesz, és megtapasztaljuk az ő jelenlétében az ő szeretetét, stb. Ez a közvetlen tapasztalat. És ugye ebben, ha ez nekünk megvan, akkor két dolog tud történni. Egyrészt vagy az igazságot egyre jobban megtaláljuk, vagy a másik, ami szerintem nagyon érdekes, egyre jobban egyetértek a gondolattal, hogy együtt tudunk élni a paradoxonnal. Tehát lehet, hogy együtt tudunk élni azzal, hogy valamilyen kérdésben lehet az idők végezetéig nem fogunk közös alapot találni, de képesek vagyunk a misztikus tapasztalatban, tehát az Istennel való közvetlen kapcsolatban együtt élni azzal, hogy itt most ebben jelenleg van egy paradoxon. Más szinteken pedig az igazság alázatos keresésével pedig megtalálhatjuk a bizonyos szinteken az igazságot. El is ment a fény. Egy olyan kiegészítéssel élnék, hogy tehát azt én teljesen elfogadom, hogy a diverzitás egy ideig tartható, tehát én nem azt mondom, hogy mindenkinek reformátusnak kell lennie, de úgy gondolom, hogy vannak a kereszténységnek olyan, most így mondom, hogy dogmák, de ne száraz dogmákra gondoljatok, hanem hitigasságokra, amelyek a Szentírásban találhatók. Tehát nem, hogy már az egyház megint a dogmákkal jön, nem, amiket Jézus kijelent, egyértelműen írásbeli bizonyíték van rá, az apostolok tanítanak, tehát ilyenekre gondolok. Hitigasságok, amelyek megingathatatlanok. Most itt ülünk négyen, és gondolom, hogy az első négy egyetemes zsinat hitvallásai, iratai, dogmái, Krisztus kettős természetéről, egyebekről, Szentháromságról, ezekben teljesen egyetértünk. Én ezekben mondom azt, hogy ezeket is támadják ma, és itt együtt kell föllépnünk. De egyébként, és szinte egy emberként, keresztényként föllépünk azok ellen, akik ezeket tagadják, akik ezt támadják. Én ide sorolom még az ember teremtettségének, férfi és nőnek való teremtettségének kérdését is, katolikus testvérekkel, evangélikus, baptist, együtt kiállunk, és azt mondjuk, hogy na állj. Tehát, hogy itt van egy határ, amit nem lehet átlépni, itt már nincsen kompromisszum. Viszont köztünk persze, hogy vannak olyan kérdések, mondjuk az úrvacsoratamban, vagy a gyerekkerességet illetően, vagy egyebekben, amelyekben nem is állítjuk, és nem is állítottuk, hogy üdvösségkérdés lenne. De bizony vannak olyan tételek, amelyek nagyon fontosak, és
amikor a reformációról beszélünk és a hitáltali megigazulásról, akkor nem olyan szintű kérdésről beszélünk, hogy most gyerekként meg lehet-e keresztelni valakit csecsemőként vagy felnőttként, vagy hogy Jézusnak milyen a jelenléte az úrvacsorában, hogy hitáltal vesszük, vagy tényleg megjelenik, vagy átlényegül. Az, hogy hitáltali megigazulásról beszélünk, én ott azért érzem, hogy ott egy bizonyos válaszvonal van, mert az az egész keresztény kegyesség tengelye. Tehát én azt állítom, hogy aki a hitáltali megigazulással nincsen tisztában, nem is érti meg, és nem éli át azt, amit Luther átélt, az gyakorlatilag a keresztény kegyességet nem is ismerheti meg úgy, ahogy a Szentírás beszél róla, vagy ahogy az apostolok tanítottak róla. Tehát én itt egy nagyobb válaszfalat érzek, de van, mondom, egy olyan téma, vagy egy olyan témahalmaz és támadások ma, amelyekkel szembe viszont egy emberként lépünk fel. Én ahogy a válaszokból kivettem, nincs is ebben vita az itt megjelentek között, és remélem, hogy akkor ez a ma este is egy ilyen közös kiállásként is értelmezhető a kereszténységet érő támadásokkal szemben, hogy mi mégis meg tudjuk mutatni, hogy egységben lépünk föl, és megvédjük a kereszténység alapjait. Nagyon érdekes volt, mert az előző kérdésem ugye még arra vonatkozott, hogy mit is jelent a reformáció ma 500 éve elteltével, de igazából a válaszok második körében már egyre inkább az ökumenéről beszélgettünk, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt számomra. A technika már szolidan jelezte, hogy az első blokk végéhez érünk, én ezért egy gyors választkört kérnék szépen. Azért mégiscsak megküzdünk azzal a problematikával, hogy a 777 blog is egy ökumenikus szerveződés, különböző feledkezetekhez tartozó szerzőink, szerkesztőtársaink vannak. Nagyon rosszul éljük meg azt, amikor egy-egy cikkünk alatt hitben élő, Krisztus követő emberek olyan durván tudnak egymásnak esni, hogy ezt rossz olvasni. Mi lehet erre a válasz? Nem feltétlenül nyilván csak a komment háborúra, hanem ezekre a mindennapi súrlódásokra, a mindennapok sebeinek gyógyítására. Ez izgalmas kérdés valóban, mert ugye itt arról van szó, hogy valaki nagyon meg van győződve valaminek az igazáról, és arról próbálja meggyőzni a másikat is. És hát ebben szenvedélyes, vagy néha talán még az indulatait is elveszíti. De én azt gondolom, hogy azért itt is azért ez jelez valamit. Tehát, hogyha én tényleg elveszítem az önkontrollomat ebben, és mindenféle kígyót, békát, meg rosszat, meg kiátkozom, hát ugyanúgy, mint akkor kiátkozták egymást, hát szóval akkor az jelez valamit, tehát hogy akkor talán még talán a szeretet még nem igazán győzedelmeskedett bennünk, vagy nem tudom, szóval nem tudom igazából, hogy mit lehetne tenni, mert ugye most ma a vélemény szabadság az nagyon fontos alapvető érték, de hát Krisztus nem azt mondta, hogy az a legfőbb parancsolat, hogy a te véleményed a szent, szóval nem tudom, hanem inkább a szeretet. Én úgy érzem, hogy a véleményütköztetés az jó, és a vita is, egyes felekezetek képviselői között is, és most van egy ilyen tendencia feléledében, hogy összeültetnek különböző felekezetek lelkészei, és akár vitatkozni is lehet. Sőt, vannak hitviták is, amelyek készfogással zárulnak. Nagyon intenzív, nagyon kemény hitviták, de készfogással zárulnak. Én azt mondanám, hogy ott kezdődik a probléma, amikor valaki az identitását abban találja meg, hogy kivel áll szemben. És nagyon sok keresztény testvérnél, magamon is megfigyeltem ezt egyébként, tehát hogy ez egy ilyen ragadós dolog, aki a hitbe egyre inkább belássa magát, vagy a teológia történetbe, hogy tényleg úgy definiálom magam, hogy én nem ő vagyok, vagy én nem amaz vagyok. De hát az elsődleges identitásunk mégiscsak a keresztény identitás. Viszont, ha valóban az a cél, hogy az igazságot megőrizzük, Jézus Krisztust, és olyan formában, ahogy az apostolok tanították, akkor úgy gondolom, hogy a heves viták, azok gyümölcsözőek lehetnek. Ma van egy olyan tendencia, ezt inkább kritikával mondom, és negatív tendencia,
hogy mindannyian bólogassunk egymásra, kicsit ilyen szalonspicces koalaként így mosolyogjunk, hogy milyen jó a hitünk, meg a kegyességünk is el vagyunk, de itt az igazságról van szó, és az igazságért harcolni kell, az igazságot meg kell őrizni. Tehát erre van elhívásunk. Az igazság önmagában megáll, de az apostoli tanítást, az tényleg annak a tisztaságát őriznünk kell, és ha megnézzük a reformátorokat, egyetlen egy ilyen, hogy is mondjam, kedvetlen, leült, nem is tudom, valamiféle szétfolyó mentalitással sem találkozunk, tehát mind Zwingli, mind Luther, mind Calvin, és sorolhatnám, lendületesek voltak. Mai szemmel nézve sokszor túl kemények is, túl sarkosak. De ennek ellenére úgy érzem, hogy erre szükség lenne. Nem bunkó módon, és nem tényleg primitív módon, de a lendületesség, az igazság melletti jó értelemben vett harc, az implikálja ezt a fajta erőteljességet. Úgyhogy szerintem ettől nem kell félnünk, csak valóban azért azzal az alázattal kell vitatkoznunk, akár erőteljesen is és lendületesen is, hogy az igazság végső birtokosai azért nem biztos, hogy mi vagyunk. Van egy meggyőződésünk, harcoljunk, vitatkozzunk, és szerintem ez a vita csak termékeny lehet. Sok dologról esett szó, amiről nincs szó az evangéliumokban. És lehet, hogy azokról beszéltünk ma többet, amikről nincs szó, és éppen ezért sokat gondolkozhatunk is, hogy vajon Jézus mit is gondol mindezekről. Én éppen ezért visszamutatnék ő hozzá, és megmondom őszintén, hogy én úgy látom, hogy ő alapvetően, hogy mivel foglalkozott, mit keresett az emberben, hitet, vágyódást, bűnbánatot, nyitottságot, szenvedélyességet és ragaszkodást. Egy kicsit más fogalomtár, mint amiről idáig most ugye itt működtünk a jelenlévőknek remélhetőleg az örömére. Én azt gondolom, hogy oda kell visszanéznünk az evangéliumokhoz, és hogyha összenek kéne lennem, akkor azt merném nyugodtan állítani, hogy egy Jézus szerető lélek, valahol ez a kulcs, aki szereti Jézust. Én azt gondolom, hogy Jézus tőle nem azt fogja megkérdezni, hogy mik a hitéted, mik a hitigazságaid, mi a felekezeti háttered, hanem hogy szerettél engem, növekedtél-e bennem, követtél engem. Tehát tök más, mint amiről igazából mi itt beszélgetünk. És azért irányítom oda a figyelmet, mert nem mintha ez lényegtelen volna. És én se tervezek ma este egyetlen baptista hittételből se engedni, meg nyilván más sem. És ezeknek a súlyosságába, igazságába én is a messze menőkig komoly vagyok, bár talán visszahúzódom, és ez temperamentum függő természetesen. Még közösségeknek is van temperamentuma különben. De az elsődleges kérdés számomra ez, és az ökumeni számomra ez jelenti nem másokat, és még elsősorban nem is az ilyen beszélgető alkalmakat, hanem azt látjuk a másikban, hogy az ember szereti, imádja, követi Jézust, csak ezt mondom, hogy nagyon mélyen megveregetjük egymás vállát, és természetesen mindenkinek megvan a maga akla, ugye aklok, különböző aklokban vannak juhai Jézusnak, és hogy mi a küldetésünk. Én ma este nem gondolom, hogy az a küldetésem, hogy itt baptista hitételekről meggyőzzek embereket, de volna kedvem hozzá, majd lehet, hogy a szünet után, de nem gondolom, hogy ma ez a küldetésem. Az, hogy együtt Jézus iránt egy szívdobbanást részesek legyünk, én ezzel kibékülnek. Ugye a kommentháború résztvevőivel, hogy miket lehet csinálni, nekik is nyilván szükségük lenne egy asztalra, meg néhány székre, hogy leüljenek beszélgetni szemtől szembe. És a beszélgetés akár vitával fűszerezve, akár nyugodt módon, bárhogy is történik, szerintem mindenképpen az az egyedüli megoldás, amiben egymásra találhatunk. Én ezt megtapasztaltam, a lelkigondozói képzést végeztem el, ami egy ökumenikus képzés volt, mindenféle egyházból voltunk ott, lelkipásztorok, lelkészek, és csak tényleg így a 4 fél év alatt beszélgetve,
annyira kiderült, hogy minden oldalon olyan urbánus legendák terjednek, hogy mi katolikusok mit gondolunk a reformátusok, és fordítva, és amikor ezt így testközelből tudtuk tisztázni, és elmondani, hogy mi mit is vallunk valójában, mit is mondunk valójában, nem az, hogy nem maradtak különbségek, de nagyon-nagyon sok mindenben, csupán azzal, hogy beszéltünk róla, már is közös alapokat találtunk. És ezen a képzésen még világossá vált számomra az ökumené egyik legalapvetőbb eleme, az pedig a közös nyomorúság. Tehát a nyomor ökuménéja, amit ott mi megtapasztaltunk, ugyanis nem volt egy katolikus önbizalomhiány és egy református önbizalomhiány, hanem mindenki önbizalomhiányos volt, mint olyan. És rájöttünk, hogy azok a sebek, sebzettségek, amiket a lelkünkben hordozunk, az egyrészt totálisan egyé tesz minket, és ugyanúgy kell a munka az Isten kapcsolatunkban, önismeretünk kapcsán, hogy ebben fejlődjünk. És azt is megtapasztaltuk, hogy az intézményeinkben, pedig más szavakkal, de ugyanazok a problémák vannak. Tehát, hogy viszonyulás az előjárókhoz, hogyan működnek az intézményeink, stb. Itt kiderült, amikor ezt felszínre hoztuk, hogy teljesen közös nyomorúságot élünk meg, csak másképpen nevezzük. És ebben, hogy mi így együtt voltunk, tényleg őszintén megosztottuk a lelkünk legmélyét, tehát ott önmagunkról beszéltünk, hogy tényleg ott mit érzünk ott legbelül, mit élünk át, ebben egy totális összhangot és ökumenét találtunk ott például. A 777 büszke rá, hogy egy ilyen beszélgetést ma tető alá tudott hozni, és bízunk benne, hogy ezt a közös szívdobbanást meg fogjuk élni. Én együttműködést kérek a tisztelt hallgatóságtól, most szigorúan 10 perc szünetet tartanánk, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés, és jó lenne, hogyha a második szekcióra is abszolút jutna időnk, úgyhogy 10 perc múlva folytatjuk, majd azok, akik online néznek minket, addig is elküldhetik kommentben, vagy a 777 oldalára küldött üzenetben a kérdésüket, ti pedig akár itt majd készfeltétel útján jelezhetitek, hogy van kérdés, vagy az oldalt elhelyezett dobozokban előre leírva feltehetitek azt a vendégeinknek. 10 perc múlva találkozunk, köszönjük az eddigi figyelmet!
nyisd ki a szemed, s hidd el, mit látsz. És aztán megkezdődik a második blokkja a ma estének, és imáron ti faggathatjátok a vendégeinket. Tehát kérek szépen mindenkit, hogy legyen szíves, fáradjon vissza, és foglalja el az ülőhelyét. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést mindannyiótoknak, és ahogy mindig, most is nagy köszönettel tartozom Eszternek, Kunszabó Eszternek, aki vállalja, hogy a mikrofont odarepíti majd ahhoz, aki először szeretne kérdezni. Rögtön akkor azzal kezdenék itt a 2017 októberi offline második felvonásának elején, hogy megfogalmazódott-e valakiben, aki itt ül, olyan kérdés, amit írásban még nem adott, de most föltenné szívesen a vendégeinknek.
Ha nem, akkor nagyon szépen köszönöm. Akkor én indítok egy olyan kérdés csokorral, ami írásban érkezett. Az egyik jelenlévő hallgatónk azt írja, hogy sokunknak nagyon-nagyon fáj két kérdés, különösen ugye párkapcsolatban az úrvacsora, szentáldozás kérdésköre és maga a házasság kérdésköre. Mikor lesz megoldás, teszi fel a kérdést a hallgatóság egyik tagja, és hogyan tudjuk ebben megélni az egységet, amire annyira vágyunk, és hisszük, hogy Jézus is ezt szeretné látni. Feltételezem, itt ugye vegyes házasságról van szó. És volt egy másik vegyes házasságos kérdés, ha megtalálom, akkor felteszem azt is. Igen, hogyan lehet a leendő gyermekeink felé képviselni a hitelveket, ha bizonyos kérdésekben anya átmond, apa megbéd? Uraim, föl van adva a lecke, de jó, hogy nem nekem kell válaszolni. Igen, hát evangélikusoknál is ez komoly lelkismereti problémát szokott okozni, hogyha tényleg. De hála Istennek, hogyha hitben jár férj és feleség, és hogyha van miről így ilyen módon hát egyeztetni otthon, hogy most akkor katolikus templomba menjünk, vagy evangélikusba, ez már jó. Ez már önmagában jó, hogyha... És egyébként pedig én azt gondolom, hogy hát az úrvacsora kérdésben mi nem állunk messze a katolikus testvérektől, tehát hogyha ilyen vegyes házasságban reformátusokkal is úrvacsorai közösségben vagyunk, úgyhogy szerintem ezt meg tudják oldani. Bár ismerek olyan párt, akik felváltva mennek egyszer ide, egyszer oda, tehát ez is valahol jó, tehát hogy meg akarják ismerni a másiknak a tradícióját, a másiknak a hátterét, hogy az ő családja honnan származik, milyen hagyományból, úgyhogy ez szélesíti szerintem a látást, és segít abban, hogy egyik a másikat testvérként elfogadja. Engem ez személyesen érint, de protestáns oldalról, mert nekem a feleségem evangélikus, de hát nagyon jó, mert az evangélikusok és reformátusok között úrvacsorai közösség van, és én is el szoktam járni evangélikus gyülekezetbe. Én úgy gondolom, hogy ez a templomba járás idézőjelben az kevésbé problematikus, mert pont ezt mondtam, hogy vannak hihetetlenül jól prédikáló, és most nem arra gondolok, hogy tehetséges feltétlenül, hanem nagyon az igét prédikáló katolikus plébánosok, evangélikus lelkészek, baptista lelkészek és református lelkészek, és néha úgy kell keresni, mint tű a széknak az alban, és az emberek átjárnak mindenhova máshova, ahol az igét kapják. Tehát én itt fognám meg az ökumenizmust. Nagyon érdekes, hogy ez az úrvacsorai közösség, mert tényleg, ha az ember hitét nézzük, akkor a legegzisztenciálisabb kérdésről van szó, tehát nem mellékes, hogy hova megyünk. Mert ha valaki tényleg meggyőződéses református, és megismerkedik egy meggyőződéses katolikus hölgyel, akkor azért ott, hogy mondjam, jelentős viták támadhatnak. Bár nem gondolom, hogy ma ezekre mennének rá a házasságok. A katolikusokkal való, meg ha az ember nem lelkész, az nem olyan nagy probléma. Lelkészként reformátussal és evangélikussal házasodhatok, tehát ez azt jelenti, hogy konfirmálnia kell az illetőnek, hogy más felekezetből van, baptistával sem. És de ez a lelkészekre vonatkozik. A katolikusokkal a közös áldozás az azért necces, de én nem akarok erre megoldást adni, mert nekünk a Erich Bullinger által írt második helvét hitvallás az egyházunk alaphitvallása, és abban még szerepelt az a terminus technicus, hogy kárhozatos bálványimádás. Nyilvánvalóan ma már nem, hogy mondjam, nem így vélekedünk, meg ott van aranyosan csillagozva, hogy ez hogyan értelmezendő át, de létezik, hogy tényleg valamelyik katolikus plébános egyértelműen úgy érti, hogy amire Bullinger azt mondta, hogy kározatos bálványimádás, és vannak olyan reformátusok, akik meg azt mondják, hogy igen, ez továbbra is az, és én nem veszek részt. Tehát ez nagyon nehéz. Ami érdekes, és itt az utolsó mondat, hogy pont a konzervativizmusáról híres Benedek pápa volt az, aki nagyon érdekesen írt a Krisztus jelenlétéről az úrvacsorában.
Nekem nagyon tetszett. És az az érdekes, hogy őt ugye pancerkardinálnak hívták, tehát ő egy nagyon kemény, ortodox, katolikus vezető volt, de nekem számomra nagyon szimpatikus, és hihetetlen teológiai mélységgel írt az úrvacsora kérdéséről, a mise kérdéséről, és azzal például én ki tudnék egyezni. Tehát ez az érdekes. Megint a felhasználói oldalt képviselem talán. Az ugye kérdés, hogyha két különböző felekezetű ember összeházasodik, hogy megtalálták-e a hitüknek a közös magvát, ugye itt volt szó elágazásokról, és nagyon tetszett, hogy Tamás említette azokat a hitvallásokat, amik az elágazás előtt vannak. És azt gondolom, nagyon sok olyan téma, és gyanítom, hogy majd több gyakorlati kérdésbe ki fog jönni ez az egységünk, és a helyetekben ezt figyelném, hogy mik azok, amiket közösen mondtak ezek az emberek. Szóval, hogyha van egy ilyen közös magva ennek a kapcsolatnak, két ember gondolkodásmódjának, akkor azt gondolom, annak a megélése a cél. Ha nincs, akkor hiba volt a házasságuk azon ige alapján, hogy ne járjunk fele más igában. Tehát azt mondta, hogy nem illenek össze, hogy nincs meg ez a mag. Ha van egy közös evangéliumi, hitbeli, Jézus Krisztusra épülő hitvallás, és itt most inkább egy belső meggyőződésre gondolok, nem pedig írott anyagokra, de ezeket is lehet gyártani, ha ráér az adott házaspár persze, akkor azt gondolom a fő feladat ennek a megélése, és a gyermekeknek az ebbe belevívése. És ezért én inkább azon a párton vagyok, hogy választanak egy olyan gyülekezetet, kézzelfekvő valamelyik felekezetét, de nem biztos ez a legegyszerűbb, ahol úgy érzik, hogy tanításilag és közösségileg azt a közös valamit a leghatékonyabban tudják megélni és továbbadni. Nekem 3 kisgyermekem van egyelőre, 7, 5 és 3 évesek. Követelik a kistesót, és azon gondolkodom, hogy mi lesz belőlük, velük, és a vágyam az, hogy azt a belső evangélium magvat, amiről egész este beszélek, azt éljék meg, és lehet, hogy azt fogják egyszer mondani, hogy figyelj, Fater, ez most nem pont ott lesz, ahol te leszel a püspök abban a templomban, és azt mondom, hogy ha azt látom, hogy szenvedélyesen követi Jézust, akkor én azt gondolom, hogy én és a feleségem, akkor egyszerű szolgaként, de hogy abban részt tudtunk venni, amit Isten akart végezni az életükben. Én innen közelíteném meg. Én is abszolút egyet tudok ezzel érteni. Ezt a közös pontot én megint csak úgy hívnám, hogy a misztika. Tehát, hogy a házaspárnak, akik mondjuk más-más felekezethez tartoznak, tényleg, na, itt is van egy olyan, hogy nem elengedve, de túl kell nézniük ezen, és megtalálni a misztikát, a közvetlen Isten kapcsolatot, aminek mi a gyümölcse, együtt tudunk élni azzal a paradoxonnal, amíg a felekezeti különbségek meg nem oldódnak szent áldozás vagy úrvacsorai szinten, addig együtt élünk ezzel a paradoxonnal, anélkül, hogy ebből óriási személyes problémák kerekednének, és ez csak a misztika szintjén oldható meg, a vallás gyakorlat szintjén nem, vallás gyakorlat szintjén konfliktus forrás. De a misztika szintjén, és ehhez ebbe rá kell tanulni, és ugye külön téma lenne az, hogy hogyan tanítjuk mi lelkipásztorok a ránk bízottakat a misztikára, és nem csupán a vallás megtartásra, törvények megtartására, bármennyire fontos is ez, de aztán ott van ez a mélyebb szint, a tudatosságnak ez a másik szintje, amikor megtapasztalom az Istent, a jelenlétét, szeretetét, és ugye ebben találhatok a másikra egy olyan közös pontot, hogy a paradoxonnal, például ezekkel a urvacsorai különbözőségekkel együtt lehet élni, amíg nincs intézményes és hivatalos megoldás, mert hogy gondolom minnyáján e felé törekszünk. És akkor, hogy a kérdésben még volt egy ilyen, hogy anya át, mond apa bét, hogy mit csináljunk. Ugye ezt nem akarom olcsó választ elintézni, de hogyha egy gyermek ebben felnövekedvén, felnőtt korában nem találja meg az át vagy a bét, tehát hogy most ő mifelé menjen, akkor itt van az, hogy segítséget kell kérnie. Tehát el kell mennie lelki gondozóhoz, lelki vezetőhöz, és ezt valakivel meg kell tudni beszélnie. Tehát hogyha csak azt mondom, hogyha valaki ilyenben lenne, hogy egy konfliktust él át, és még mindig átéli, mert vagy a jelenben, vagy a múltban egyik szülő átmondott a másik bét, akkor ezt vigye be egy személyes beszélgetésbe egy szakemberre. Tehát ezt ne folytsa magába, ne próbáljon csupán egyedül válaszokat keresni, nyilván azt is lehet, de ezeket ki kell mondani, mert különben ezek a görcsök akár betegségeket is okozhatnak. Van-e most kérdésetek?
nektek, akik itt vagytok a Pázmányi ITK aulájában. Pillanatnyilag nem látok kezet, és hogyha ezt jól látom, akkor haladunk tovább az írásban már beérkezett kérdésekkel. Más vallások, például a zsidó vallás, vagy az iszlám hitűekkel, mennyire kell és érdemes keresni a közös hangot és az együttműködést? Ehhez csatolok akkor egy másik kérdést, ami egy kortárs kihívás, a keresztény közösségek alacsony születési rátája és a, most jön a kedvencem, fundamentalista iszlám terjedése. Az ökumenének van-e válasza ezekre a kérdésekre? Tehát akkor beszéljünk a kereszténységen kívüli vallásokkal való kapcsolattartásról. Azt gondolom, hogy elsősorban magunkéval kell tisztában lenni, és itt kell tiszta vizet önteni a pohárba, tehát tudnunk kell, hogy mi miben hiszünk és kiben hiszünk. És hát ugye az a gondunk, hogy tényleg amíg keressük magunkat, addig nagyon kevés energiát tudunk kifelé fordítani másokra. Tehát nekünk van elegendő muníciónk, én azt gondolom. Tehát nekünk van elegendő forrásunk Jézus Krisztusban. Hogyha ez vele jól élünk, akkor nem kell félnünk senkitől és semmitől, én azt gondolom. És egyébként pedig, hát ezt ismerjük, hogy tegyetek vallást mindenkor mindenkinek, aki megkérdezi tőle a bennetek élő reménységet. Tehát nekünk van reménységünk, és hogyha megkérdeznek minket akár direkt, akár indirekt módon erről, akkor tudunk miről beszélni. Úgyhogy van üzenetünk, nem, és általában ugye ezek ilyen négy szem közti beszélgetésekben tudnak a legjobban előjönni. Tehát nem nagyon hiszek abban, hogy itt most le fognak ülni a zsidók, meg a muszlim, meg az iszlám, meg a keresztények, és akkor majd mondanak szépen bölcseket mindenki a maga dolgáról, és akkor majd minden jobb lesz, vagy tehát ez nem így működik, hanem lélektől lélekig, személytől személyig. Tehát hiszem, hogy a missziónak már ez az egyik leghatékonyabb útja, én azt gondolom. Tehát ehhez viszont nekünk meg kell erősödni a saját hitünkben, Krisztusban. Én úgy érzem, hogy pont most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor arról beszélünk, hogy mit őrzünk meg együtt. Ha Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor az azt jelenti, hogy nincs más út, és nincs más élet, és nincs más igazság. Tehát semmi más. Az a baj, hogy itt lehet egy polkorrekt választ adni, amit sokan egy lelkésztől várnának, meg lehet egy nem polkorrekt választ adni, egy őszinte választ, amit meg lehet, hogy sokan meghökkentőnek tartanának. Én a fundamentalista iszlámot, de nem csak az iszlámot, egy antikrisztusi és hihetetlen veszélyes eszmének tartom, ami ráadásul az evangéliumot kiforgatja, Jézus személyeit helytelenül interpretálja, és egyébként összezagyvál mindent, amit az evangélium vagy a Szentírás közread. Ez az én, hogy mondjam, tehát őszinte véleményem. Nagyon nagy veszélynek tartom a társadalmunk átalakulását, és a keresztényeknek szerintem van ebben hibája, hogy egyáltalán engedték, hogy ez idáig terjedjen. Nekünk, tehát mi arra vagyunk elhívva, hogy az evangéliumot elvigyük a föld végső határáig. És igenis, azzal, hogy mi európai, magyar polgárok vagyunk, és van szavazati jogunk, mi a keresztény meggyőződésünk szerint szavazhatunk, és befolyásolhatjuk idézőjelben úgy a közéletet, hogy ennek a, én tényleg ezt mondom, antikrisztusi eszmének a nyomulását feltartóztassuk. És sokszor lemondunk erről, és a hitet magánügynek tekintjük, nem keresztes háborúkra gondolok, tehát nem kell dramatizálni, hanem arról, hogy mi ezt hisszük, mi ezek vagyunk, mi ezt megvalljuk, és e szerint fogunk cselekedni. És néven nevezzük a dolgokat. És úgy érzem, hogy a keresztények nem teszik meg. Tomka Miklós, katolikus vallásszociológus volt, azt mondta, sokan azt hiszik, jellegzetesen racsolva beszélt, hogy a kereszténység arról szól, hogy lemegyünk kijelegni a pincébe az Úristennel. Nem erről szól. És úgy érzem, hogy tevőlegesen hozzájárulunk ahhoz, hogy minoritásba kerülünk. Mert nem merjük kimondani azt, amire elhívott minket az Úr, és nem merjük az igazságot leplezetlenül hirdetni. Úgyhogy nagyon veszélyesnek találom.
Én a vallások közötti párbeszédet nem érzékelem egy előrevívő dolognak, hogy hátravívő-e, nem látom jelentőségét. Tehát ez olyannak látom, mint amikor, lehet, hogy nagyon furcsa példa, mint amikor mondjuk különböző futballcsapatok kapitányainak a baráti köre egy ligában vannak. Hát biztos, hogy jó ez, és lehet ott ilyen nagyon emelkedett dolgokról beszélni, de teljesen másról szólnak, és ellentétesek egymással a célok és a szándékok. És ezért én ezt nem látom előre vívőnek, amíg nem leszünk mi itt egyház fők, addig ezzel azt hiszem, hogy több gondok nincs. Természetesen tartom, egy kultúrált felsővezetői kapcsolattartás van. Azt gondolom, ezzel több dolgunk nincs. Még majdnem az ökumenéről is ezt gondolom, hogyha nem tudjuk kiemelni azt a közös magot, amiről minden megszólásomban beszéltem, és olyan jó, hogy ezt hallom tőletek is, és úgy vártuk a beszélgetésnek ezt a részét, amikor nyilván, amikor külső kérdések jönnek, és külső szempontok, hogy akkor a kereszténység összezár és összefog, és azt gondolom, hogy ez a mi kötelességünk, és ezt nagy örömmel tesszük, azt gondolom, hogy ebben az esetben is így van. És milyen jó az, hogy kapunk egy nagy figyelmeztetést. Minden kornak megvoltak a maga nagy próbái, amilyenknek most éppen van egy említett próbája. Figyelmeztetés, és ez nem akármilyen figyelmeztetés, ami arról szól, hogy vannak emberek, akik az eltorzó, téves hitüket, valóban mindenféle forrásból kevert hitüket komolyan veszik. És hogyha magamra nézek a tükörben, meg nem a jelenlévőkre, mert ezek nagyon rendes emberek, akik itt vannak, hanem egy átlag magyar keresztényre, akkor az, aki nem tud semmiről semmit, se igazsága, se alázata, se szeretete, semmi nincs, hogy megesznek bennünket elevenen, és igazuk van. És ők valamiben hisznek, ők valamit gondolnak, és ők abban komolyak. És nekem ez az alázatot említette, testvérem, és ezt én ebben a helyzetben mondom magamra nézve, hogy alázatra kényszerít és önvizsgálatra ezek az emberek komolyan veszik az életüket is föláldozva bizonyos dolgokért, véletlen se eszményíteném őket, és véletlen se tartanám igaznak az ő szavaikat, de egy hídben lévő embert megállásra késztetnek. A fundamentalizmust, a radikalizmust, a komolyságot illetőleg, és megállítják az európai kereszténységet. Lehet, hogy nem ez a céljuk, de az nem baj. Megállítják, és megkérdezik tőled és tőlem, hogy az én hitem az mennyi nekem a politikai korrektség közepette, hogy igazából semmiről nem merek semmit szólni, egyszerűen kiforgálcsolódik a kezem közül, és csak arra vagyok méltó, hogy egy sokkal határozottabb irány átgyalogoljon rajtam. Én azt gondolom, hogy ez figyelmeztetés nekünk, és azzal zárnám, amit pont a családalapítás kapcsán minden felekezetből, aki most itt képviselteti magát, tudok mondani nagyon sok olyan komoly elkötelezett keresztényt, Jézus Krisztust imádó, szerető szemét, aki nagyon komolyan veszi a családi küldetését is. És most azzal villogni, hogy valakinek 3, 5, 15, 17 gyereke van, felesleges, de éppen például a katolikus körökből, erről lehet, hogy majd hallunk egy perc múlva, tudok nagyon komoly, tehát mozgalmakat, hogy a gyermekvállalásban egy teljes elkötelezettség van, és nem azon idegeskedik az ember, hogy de mi lesz a karrieremmel, meg hogy hát ugye egy gyermeket eltutújgatunk, hogy legyen egy kis vidámság az életünkben, hanem ennek egy komoly Istentől kapott küldetése. Én azt gondolom, hogy ez ott él a felekezetekben, sajnos népegyházi és ilyen nemzetegyházi szinten ez nem működik. Ez csak a személyes Istent követő szívből tud fakadni. Ez azért, mert én keresztény országban élek, akkor én is keresztény vagyok, akkor legyen nekem is sok gyerekem, hogy több legyen, mint a másiknak. Ez így nem működik. Ha van egy személyes hit Isten követés benned, azt gondolom, akkor ha te komolyan veszed a te hitedet, akkor fog működni, és hiszem, hogy ez egy győztes hit, amiről érdekességi szinten kérdezem is, miközben továbbadom a mikrofont, hogy többször hallok a misztikáról, de mindig olyan érzésem van, mintha ha a mi fogalmaink szerint a pietizmusra, a kegyességre gondolná, vagy az evangéliumi életvitel, vagy a személyes Isten való kapcsolat, és azt gondolom, hogy ez az a közös erő, ami az elhunyt kereszténységet újra tudja éleszteni, és nagyon örülök ennek.
Abszolút erre gondolok a misztika fogalma kapcsán, tehát az Istennel való közvetlen viszony és az ő tapasztalati megismerése. Nem, nem, nem. Tehát a misztika abszolút a megismerhetőségről szól. Így van. Arra gondolva a kérdés kapcsán, hogy más vallású testvérekkel hogyan tudunk dialogizálni, és ez miben segít nekünk. Én azt hiszem, hogy mindenkitől lehet tanulni, és főleg akkor, hogyha a másik oldalon nem egy zártságot találunk, hanem ott is megtaláljuk a valóságnak, a realitásnak az alázatos keresését. Tehát megint ide térünk vissza. Akkor hiszem azt, hogy ugyanígy egy zsidó hívővel, egy muszlim hívővel, keleti vallások képviselőivel, bármilyen spirituális irányzathoz tartozó hívővel, vagy akár nem hívővel is, le lehet ülni ugyanígy, és kereshetjük együtt megint csak alázatosan az igazságot, és én, mint a beszélgetésben jelenlévő személy, figyelhetem a tanulási lehetőséget. Lehet, hogy csak egy pici dolgot fogok a másik személytől tanulni, de azt hiszem, hogy valamit mindenkitől tudunk tanulni, de nyilván ehhez két ember kell, tehát fontos meg, hogy a másik oldalon szintén meglegyen a nyitottság, meglegyen, mondom, a realitásnak ez az alázatos keresése, és akkor így bárkitől lehet tanulni, és be lehet ezt építeni a saját hitünkbe, és ehhez nyilván kell az is, amit mondtatok, hogy ehhez nekünk rendkívül erősnek kell lenni a sajátunkban. Tehát a saját keresztény identitásunkban, Krisztushoz való tartozásunkban csak megerősödve lehet belemenni egy ilyen fajta dialógusba más vallású személyekkel, és ott is ugye föltetjük a kérdést, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, hogy a legfeljebb fölkavar, tehát legfeljebb mond valamit, amin én elgondolkodok, hogy én erre most nem tudok választ adni, bennem ez, amit most te mondtál, ez engem fölkavart. És hogyha így nézzük, hogy ez a fölkavarodás egy ilyen üdvös fölkavarodás, hogy nekem ezt magammal kell vinni, mert úgy tűnik, hogy eddig se voltam benne stabil. Mert hogyha nem, ha fölkavart, akkor ez annak a jele, hogy ott valami bennem eddig nem volt stabil. És milyen jó, hogy ez egy más vallású, vagy másképp gondolkodó, vagy egyáltalán nem hívő személy bennem a saját hitemben, identitásomban, hozzáállásomban valamit fölkavart, mert akkor azon dolgoznom kell. Azt ott stabilizálni kell. De ezért gondolom azt, hogy mindenkitől van lehetőségünk a tanulásra, és teljesen egyetértve, hogy a fundamentalizmusnak pedig bármilyen formáját azt el kell utasítani. Néhány évig Dunakeszin laktam, és vasárnapi szentmisére átjártam a régi közösségembe Újpestre. Vonattal mentem haza, és a vasútállomásról hazafelé, hát történetesen pont a református templom előtt, úgy ért véget az istentisztelet, mindig összefutottam ugyanazzal a két nénivel, aki még ott maradt a templom előtt és beszélgetett, és egyszer hogy nem megszólítottak, és ebből egy hosszú-hosszú diskurzus alakult ki, ami gyakorlatilag vasárnapról vasárnapra megismétlődött. És egyszer úgy búcsúztunk el egymásról a nénikkel, azt mondta nekem az egyik, nagyon-nagyon aranyos volt, hogy tudja mit, fiatalember, azért jók ezek a beszélgetések, mert maga is megerősödik a katolikus hitében, és mi is a református hitünkben. No de, a sok közös dolog után beszéljünk néhány szót azokról az egyéni igazságainkról, amelyekből nem tudunk engedni, mármint felekezeti szinten veti fel a problémát az egyik kedves itt jelenlévő hallgatónk. Noha már azért említettük, vagy érintettük ezeket a témákat, ő például az oltári szentség jelentőségére és a szentségekre gondol, és van egy olyan olvasónk, aki online küldött nekünk egy kérdést egészen konkretizálva, felolvasom. A római katolikus egyház megmásíthatatlan anatémával sújtja a protestáns tanokat, dogmaként definiálta tanait a protestánsok ellen. Ha ezek megmásíthatatlanok, és akkor hozza ő is példaként az eukarisztiát, hogyan várható el katolikus részről a közeledés afelé az evangélium felé, amely a protestánsok szerint a valódi evangélium? Összetett, nagyon jó kérdések ezek. Én azt kérem szépen, hogy mivel az időnk viszont nagyon halad, halljunk erre egy katolikus választ, és akár sorshúzással halljunk erre egy protestáns választ, hogyha lehetséges. Nem biztos, hogy fogok tudni erre válaszolni, de megpróbálok. Hogy volt a kérdés? Mi az, amiből nem engedhetünk? Tehát, hogy igen, például az eukarisztiánál, hogy is van ez, hogy várhatunk el közeledést a katolikus egyháztól, hogyha ezeket a tanait nem változtatja meg, hogyha ha nagyon
hát én így fordítom le, bocsánat az olvasomtól, hogyha rosszul fordítom, hogyha nagyon mereven ragaszkodik ez az igazságához. Nem akarom olcsó válaszsal megint ezt elintézni, és remélem nem is megbotránkoztató a válasz az én részemről, de én úgy gondolom nagyon sokszor, hogy lehet, hogyha folytatódik az ökumenikus út, és tényleg az igazság alázatos keresésével állunk ezek a dolgokhoz, akkor horribile dictu, és most megkockáztatom ennek a kimondását, lehet ki fog derülni, hogy itt igazából nyelvezeti problémákkal állunk szemben. Tehát, hogy milyen nyelvi formába öntünk bele egy igazságot. És ezt most lehet, hogy nem is vinném tovább annyira ezt a gondolatot, mert lehet már ez is sok volt, de lényeg, hogy azt hiszem, hogy nagyon sokszor, például jól mondom-e ugye, kedves kollégák, hogy a megigazulás tana kapcsán, ugye evangélikus, katolikus nyilatkozat megszületett, stb. Mi volt ott a probléma, hogy 500 évig nem ültünk le így beszélgetni, és kiderült, hogy igazából, amit Luther és a katolikus egyház állít a megigazulás kapcsán, az az érmének a két oldala volt, és két különböző dimenzióból beszéltek ugyanarról a dologról, és erről született is egy gyönyörűséges nyilatkozat. Hiszem azt, hogy ahogy telik az idő, ugyanilyen módon rá fogunk találni ezekre a közös nyelvezetekre, és meg fogjuk találni ezeknek az igazságoknak a közös formáját, anélkül, hogy az igazságból engedünk ellene. Én ezt merem erre mondani. Köszönöm. Ebben különbözik akkor például a mi meggyőződésünk. Én nem gondolom, hogy az egyházaknak ilyen jellegű kibékítésre lenne szükség. Én ebben a folyamatban kevésbé hiszek. Azt gondolom, hogy lehet olyan nyelvi fogalmazásbeli, olyan erős munkálkodás, hadd nem mondjam ügyeskedés, hogy végül mind a két fél azt mondja, hogy hát ez már egészen hasonlít ahhoz, amit mi gondolunk, de valószínűleg, akkor hátat fordítanak egymásnak, akkor mind a kettő azt mondja, hogy ez végül is valami olyan lett, amiben egyikünk se hisz, és egyikünké se. Én nem gondolom, hogy ez lenne a jövőnek az útja, és én ilyen értemben nem is gondolkodom, hanem mintha számítam bármit is, az egyház újraegyesülésében. Én nem látom, hogy ez lenne a küldetés, és valami ezt olyan teológiai és magasabb szintű a nyilatkozatbeli ügyeskedésnek tartom. Én nem gondolom, hogy ez lenne a döntő, vagy amit Jézus várna, hogy na majd ez megtörténik, és akkor most már mindjárt jobb lesz minden a világon. Nem, én azt gondolom, hogy inkább a közös tartalmak, tehát pontosan nem a közös formák kialakítása, a közös tartalmaknak a megélése. Én inkább ebben gondolkodom. A többi azt gondolom olyan önfeladások lennének, amire talán senki sem képes, és nem is biztos, hogy az váratik el, hogy végül dobjon el mindenki mindent, és akkor legyünk egy nagy kockás pokrócot, mindenki ott ül, és a tűz körül megmelegszünk, és akkor legyen ez. Én nem ebben látom a jövőt. Én azt gondolom, hogy viszont a tartalomban, a közös munkában, a közös kihívásokban is lehet, hogy még jön ilyen kérdés. Szóval van bőven mit megélni, és lehet, hogy az egy fontosabb dolog is talán. Lássa mindenki, milyen jó lelkű vagyok. Én nem tagadom meg a válasz lehetőséget senkitől, ha az belefér 60 másodpercbe. Személyes példa. Nekem például nagyon szimpatikus, itt beszéltünk a szünetben Benedek pápáról. Az ő személye, az ő tanítása, az ő lelkisége és igazsághoz való ragaszkodása. És úgy érzem, hogy vele, aki ugye még engedélyezte a tridenti típusú liturgiát is, meg egészen extrém konzervatív vonalat is beengedett és újra legitimített, bizonyos értelemben több mindenben egyetértek, mint Ferenc pápával, aki valószínűleg, hogy ilyen vitás kérdések előkerülnének, legyintene egyet. Tehát ez az érdekes. Tehát az, hogy vannak közöttünk különbségek, nem garancia arra, hogy nem tudunk bizonyos kérdésekben egyetérteni. Míg az, ha nincsenek köztünk hitelvi különbségek, nem biztos, hogy garancia arra, hogy egyetértünk. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Én abból indulnék ki, hogy az ökumené azért az elég, tehát kb. 50 éve, tehát második vatikáni zsinat. Szóval ez még történelmi távlatban azért nem olyan nagy dolog. Most kezdtük meg elkezdeni megismerni egymást. Abban kell bíznunk, hogy ha egyre jobban megismerjük egymást, és hát a reformáció is alulról jövő mozgalom volt.
az ökumené is, az ökuménében is van egy nagyon erőteljes alulról jövő nyomás, hogy mi, hogy a közös, a felekezetileg vegyes házasságuk, hogy szeretnénk együtt élni, együtt megélni a kegyességünket, stb. Hogy, és igazából az a baj, hogy felülről viszont még mindig mondják, hogy vannak határok, határok. De ezeket a határokat már alulról amúgy is feszegetik azok, akik benne vannak. Tehát mondjuk ezek a vegyes házaspárok. És már most vannak olyan határátlépések szerintem, amelyek afelé mutatnak, hogy itt tradíciókról van szó, tehát hogy ha Krisztusra nézünk, akkor le tudjuk küzdeni a félénkségünket, vagy a dogma elvűségünket, vagy nem tudom mi. Tehát nekünk nem holt dolgokhoz kell ragaszkodnunk, hanem élő dolgokat kell megélnünk. És Krisztus élő valóság, és benne egy családnak élnie kell valahogy, a társadalomnak élnie kell belőle, erőforrást tud meríteni. Tehát én abban hiszek, hogy ez az alulról jövő nyomás, ez úgyis majd előbb-utóbb azt fogja mondani, gyerekek, hát ez valóban nem annyira komoly határ, átléphetitek. Ha a lelkiismeretetek megengedi, akkor végül is figyeljetek a közös nevezőre, Jézusra, és akkor... Ez mindenképp szeretnék hozzászólni, mert szerintem itt óriási tévedésben vagyunk, mert én ezt az alulról való nyomást, én nem teológiai, vagy hogy mondjam, hitéleti, hitelvi meggyőződések közötti értékes párbeszédre irányulónak tartom, tehát nem arról van szó, hogy van egy luteránus, aki az ágostai hitvallással tisztában van, a Szentírás üzenetével, van egy református, aki a második helvét hitvallással, és egy katolikus, aki a tridenti típusú liturgiát, vagy én nem is tudom, képviseli, és ők összejönnek, és mi beszélgetünk egy jót, és megtermékenyítő gondolatokat mondunk egymásnak, hanem alapvetően van egy ilyen felvizezett híg, hitmegélés és hittartalom, a hittartalmakkal kapcsolatban valami mentalitás, és gyakorlatilag a pocsolya vagy a sáros vizet így összeöntjük, és abból lesz egy még sárosabb víz, ahol már semmi nem fontos. Tehát azt nem érzem legitim nyomásnak, hogy én miért nem mehetek katolikus templomba, vagy miért nem misészhetek ott, vagy miért nem vehetek el mindenféle pápai engedély nélkül egy nem tudom, vagy miért nem válhatok el. Vagy miért nem lehet a homoszexuálisok közötti házasságot engedélyezni? Hát de jó lenne, ha most már az egyház nyitna. Ezeket én nem érzem legitim reformátori, vagy hogy mondjam, tendenciákból fakadó vágynak. Ezek ilyen, van egy felületes hitmegélés, azt se tudom, hogy honnan jövök, de azt akarom, hogy valaki legitimé tegye az én saját vágyaimat. Szerintem ez nem legitim. És tényleg egy ilyen pocsolyás, sáros víz lesz ebből, ha csak úgy kompromisszumokat keresünk. Csak egy illusztrációt tennék hozzá a nem létező Európai Egyesült Államokat. Tehát azt senki nem várhatja, hogy egy magyar ember elfelejtse azt, hogy egy magyar ember, és most semmiképp nem Magyarország aktuál politikai irányba, az vinném el a dolgot, de ez megvan, hogy mi ezek vagyunk, és az, hogy megtalálunk-e közösebb dolgot, és egy nagyobb merítésbe, és azt gondolom a ma este is azért van, mert van egy ilyen nagyobb merítés, de nem úgy működik az európai ember, hogy most már ez semmi, és ez nudli, ami eddig volt, és most már csak egy nagy közös szellem, nem tudom, tölt be minnyájunkat, hanem megvan az identitásunk, és képesek vagyunk ezzel együtt egy tágabb közösség megélésére, és ez nem értéktelen egyik se szerint. Viszont választjoga megilleti Renátó egyház, hogyha szeretne élni vele? Csak annyi, hogy tényleg egyetértve azzal, hogy miről beszélünk, például addig, amíg keresztények óriási hányada, például most mondok egy ilyet, nem nagyon hisz a Szent Háromságban. És a Szent Háromság nem hívését, nem úgy mondom, hogy nem valljuk, hogy Atya, Fiú, Szent Lélek, hanem például az, hogy nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a rátok bízottak köreiben, de akiket én ismerek, vagy akik rám vannak bízva, nagyon-nagyon sokaknál egy óriási küzdelem az, ha egyáltalán valaki fölismeri, hogy amíg elképzel egy agresszív, büntető, szigorú atyát, és az őt kiengesztelő jóságos fiút, addig az nem Szent Háromság. Addig az a Szent Háromság nettó tagadása. Tehát, hogy a Szent Háromság, amiben ugye azt mondjuk, hogy mindnyáján egyek vagyunk, de a praxisban,
a hívek körében egy hihetetlen nehézség van ennek kapcsán, és olykor egy rettegés ettől a szeretőnek nevezett Istentől, akkor azt mondom, hogy itt kell indulni. Tehát, hogy mindenek előtt felfedezni azt, hogy ki ez a Szent Háromság, és hogy tényleg itt csak szeretetről van szó, és nem az agresszív istenség kiengeszteléséről, a jóságos fiú részéről. A Szentlélek meg olykor szóba se kerül, mert nem is tudjuk, hogy kicsoda. És például azt mondom, hogy egyetértve abszolút, hogy ez az egész út csak most kezdődött el. Az ökumené útja, hogy csak 50 év, és a kereszténység útja meg 2000 év. Nyissuk már meg egy picit ezt, hogy úgy mondjam, galaktikus távlatokra. Hogy egy picit, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk majd több ezer év múlva, ha majd járjuk ezt a közös utat, és olvassuk a Szentírást, és kutatjuk alázatosan az igazságot, hogy akkor majd hogyan fogunk például az eukarisztia kérdéséről beszélni, de mindenek előtt az igazságok hierarchiájában ott kezdeném, hogy Szent Háromsággal például mit kezdünk. Értjük-e? És az értést itt nem úgy értem, hogy teljes mértékben kiismerjük, hanem hogy a logikáját értjük-e olyan szempontból, hogy itt egy három szerető szeméről van szó, és nem egy agresszívról és egy jóságosról, ami mondom, nagyon-nagyon sok hívő körében el van terjedve. Amíg ezek nincsenek rendben, addig eukarisztiáról, satöbbiről szóló diskurzusaink ugye olykor alaptalanok lehetnek. Uraim, nagyon belelendültünk, de az időkorlát sajnos köt minket, úgyhogy én most egyelőre nem azt mondom, hogy lezárom, inkább fogalmazunk, hogy felfüggesztem ezt a társalgást, és majd később egy másik hét offline keretében miért ne folytathatnánk. Zárásképpen arra kérem majd meg a lelkipásztorokat, hogy közösen az ökumené jegyében, ahogy már együtt gondolkodtunk, együtt imádkozzunk, és arra kérek mindenkit, lelkipásztorokat és nyájat egyaránt, hogy fogjuk meg egymás kezét, és így imádkozzuk el az Úr imádságát. Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást ma estére. Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok velünk, és azoknak is, akik az online közvetítést követték figyelemmel. Hazafelé vigyázzatok nagyon magatokra, imádkozzatok sokat, olvassátok a 777 blogot, és ha tehetitek a kiáratnál, egy kicsit támogassatok is bennünket. Szép estét, vigyázzatok magatokra, Isten áldjon titeket!